melyik a legérdekesebb tételek, melyik borok iránt érdeklődnek a leginkább? A legérdekesebb tételeink a mostani fesztiválon, azok a fehér, illetve a rozé boraink, nyilván a friss borokat keresik nálunk a vendégek. A legnagyobb sláger az alaposának a friss bora, illetve a Villányi Geres Hubertnek a társulásából létrejött bor. Ez a kettő, ami a legjobban fogy nálunk, illetve ami számunkra is különlegesség, az a Dél-Afrikából származó 2019-es rozé. Ugye Dél-Afrikáról tudni kell, hogy egy évben kétszer születelnek, tehát jóval nagyobb mennyiséget elő tudnak állítani, mint Magyarországon. Ennek a bornak amellett, hogy 14%-os az alkohol tartalma, ez a rozéknál egy kiemelkedően magas szám. Nagyon magas a maradék cukra, így a hölgyeknek nagyon kedvező italak. Egyébként, hogyha ide jön valaki és azt mondja, hogy innék egy bort, de ajánlatot szeretnék, hogy mit ajánlanak, akkor mi alapján választják ki közösen a vendéggel, hogy milyen bort? Az első és legfontosabb, így van. Az első és legfontosabb, amivel kezdünk, hogy mi a vendégnek az elképzelése. Lehet rozé, fehér, vörös bor, sőt vannak fehérből édes boraink is, illetve félédes borral is készültünk. Nyilván a vendég elmondja, hogy mi az ő alap elképzelése, és annak alapján tudjuk kiválasztani a számára legkedvezőbbet. Van olyan, hogy pont ellenkezőt ajánlottak egy vendégnek érdekességképpen, és aztán megízlelt, és megtetszett neki? Igen, pont egy fél órával ezelőtt jött egy hölgy, elmondta, hogy mely bor volt a tavalyi évben az ő kedvence, amit volt fönn a fesztiválon. Mondtam neki, hogy azt a bort pont nem hoztunk föl, viszont más hangzóborral készültünk. Megkínáltam egy kóstolóval, majd utána az egész családja azt fogyasztotta. Egyébként az időjárás mennyire befolyásolja a borválasztást, hiszen ezen a hétvégén igazán nagyon meleg nyári idő van. Igen, ezt nagyon érzékeljük mi is. Készültünk magyar, illetve külföldi testes vörösborokkal is, viszont azt tapasztaljuk, hogy egyáltalán nem keresik az emberek. Kivételez alól az esti órák száma, amikor 10 órától egészen hajnalig az emberek már keresik a vörösbort is. Viszont ilyenkor, amikor még ilyen nagy a hőség, kizárólagosan azokat a borokat, amiket szódával együtt tudnak fogyasztani.